Most éppen nyomok egy kis frissítést, mert lassan már időszerű volt, így lassan egy hónapja nem frissítettem. Szeretnék valamit mutatni, jó? Van egy pár olyan játék, amit, hát hogy mondjam, szóval többen javasolnak, mint amennyien szükséges. Ugye őszinte legyek, sok embernek tetszett például az a játék, hogy a Red Alert. A Red Alert az egy jó régi játék, nagyjából a számítógépes játék elejére, egyharmadára mondjuk így teendő. Szóval a régi MS-DOS-ra, Win95-re, meg ezekre kell gondolni, amikor az ember arra gondolja, Red Alert. És a mostani videó is pont arról fog szólni, hogy azok a régi idők nem kéne, hogy elmúljanak, mert attól, hogy egy játéknak szép a grafikája, még nem biztos, hogy oda fogja szögezni a játékost, és a jó játéknak ez a lényege, szögezze oda. Úgyhogy visszakanyarodnék az előző mondatra, hogy ezt többen ajánlottátok, mint amennyien ahhoz kelletek, hogy videót csináljak róla. Mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy a szoftver központból, az Ubuntu-nak szoftver központjából töltse le a játékokat, mert az garantált, ingyenes és általában hibamentes. A hátrányai közé tudnám sorolni például azt, hogy mit is mondjak hátrányainak, hát mondjuk olyan régi verziók vannak benne. Tehát amikor kijön egy játék open source-ba, természetesen teljesen ingyenesbe, akkor az az 1.0, tehát az egyes változat, az a legelső kiadás, gondolom. És utána a játékot készítő csapat még sok-sok frissítést, bugfixet, hibajavítást eszközöl, meg ilyen fazonigazításokat, ilyen finom hangolást, ilyeneket eszközöl rajta, és azt már a weblapról. És ugye vannak nagyon sokan, akiknek nincsen internete, de magát a játékot az persze az internetről kell letölteni. Hát én most találtam olyat, ami nincs is benne a szoftverközpontban, de természetesen ugyanúgy ingyen van, mintha például a szoftverközpontból lenne. Ugye visszatértünk az előző mondatkörre, hogy mi is lehet ez a játék, hát a Red Alert. Értelemszerűen a Transport Icon Deluxe is úgy kezdődik, hogy Open TTD, tehát Transport Icon Deluxe. Úgyhogy a Red Alertet is így kell keresni, hogy Open Red Alert, ennek pedig az a neve, hogy Open RA. Például van nekünk egy nagyon jó képességű böngészőnk, a szoftver központot az bezárjuk, mert teljesen fölösleges. Melyik ablakon fogsz megnyílni, te szégyentelen. És rákeresünk egy arra, hogy Open, nem tudom mennyire látjátok, Open, szünet, Red Alert. Közben a másik kezem megépelek. És az Open Red Alert keresésre a legelső találat az Open RA Home, tehát weblapja, ami értelemszerűen a megfelelő oldalra röpít minket, ez pedig már az Open Red Alertnek a letöltési helye. Ismét itt vagy Commander, jó, de jó, hogy itt vagy, stb. Középen hatalmas gomb, download. És a letöltés után értelemszerűen nem gyenge operációs rendszer lista van, amin ez a játék fut, tehát van, azért kicsit puskáznom kell nekem is. Tehát van Microsoft Windows, van OS X, van Debian, van RPM, Arc, van Source, Desura, és hát ugye nekünk a Debianos változat kell, mert a Debiannak nagyon sok köze van a Linuxhoz, meg a... Nem ezt akartam mondani, tehát a Debiannak nagyon sok köze van az Ubuntuhoz, és mondhatni, hogy egy az engine-je, a motorja. És ezért van az, hogy az ikonok párban vannak, tehát a Debian az Ubuntuval, a SUSE Linux az RPM-mel, ez Arch Linux, ez rohadtul nem tudom, hogy milyen. Mindegy, szóval rányomunk erre, hogy nekünk ez a verzió kell, és itt van alul a... Hát van egy olyan, hogy Max Release a stabil, meg van a test változat, és értelemszerűen a stabil változat letöltését igyekezzünk magunkra erőltetni, és hát van egy jó hírem azoknak, akik ilyen elvetemült multimonitoros állatok, hogy teljesen felbontás érzéketlen, tehát elméletileg a 1.3.5.7.9.11 monitorok sem okoznak neki. Most elindítom közben a játékot. Na,
Az a gyenge, mi? Tehát a Red Alertnek az egyik nagyon legendás pályája három monitoron egyszerre zúz. Hát most hogy mondjam? Tehát igen, jól látját, mekkora atomot dobott az állat. Jó, még egy másikat, a harmadik. Ez természetesen egy demo, amit eleve azok a srácok vettek föl, akik a játékot írták. És ilyenkor ezt a demót te nem nagyon változtathatod meg. Innen ez a főmenü, tehát innen fogsz te majd indulni. Úgyhogy a főmenüt a képernyő bal szélén kell keresni, és akkor olyanok vannak benne, hogy Join Game, Create Game, Direct Connect, tehát valószínűleg IP cím alapján működnek ezek a dolgok, akkor itt van a Settings, a Mod, ma nem tudom, ezeket még sosem próbáltam, zene, Replay Viewer, tehát a visszajátszás megnézője, a credits és a kilépés. Tehát ezek mögött található a demo, amit ezek a srácok fölvettek, és hát minden egyes egység a régi, minden egyes viselkedés a régi, stb. Tehát igen, ez maga a Red Alert, csak ugyanúgy multiplayerben, csak ingyen. És hát azok a srácok, akik... Az mi? Körözé repülő. Szóval azok a srácok, akik emlékeznek esetleg a Command & Conquer nevű játékra, vagy a... mondjuk még erre a Red Alert-re is emlékeznek, meg utána a Red Alert 2-re, stb. Azoknak ez egy örök gyöngyszem marad, akkor is, hogyha Linuxosak, meg akkor is, hogyha Windowsosak. Hát csak javasolni tudom. Úgyhogy aki emlékszik erre a játékra, zúzzon bele, próbálja ki, mert nagyon-nagyon megéri. Tehát szintén olyan odaszögezős játék, mint a Transporticon Deluxe. Tehát nem tudom elégszer mondani, hogy három monitoron akár lehet Red Alertezni, és hát ez fantasztikus. Tehát Join Game. A Join Game-nél természetesen látjuk a szervereket, azokat a szervereket, amiket a többiek készítettek. Németország, Dánia, ezek már játszanak. Tehát alul ezek a szürkék, ez már playing. Tehát itt már nyomják. És akkor rengetegféle pálya van. Most egyikbe se lépek be, mert nem fogom most várni a többiekre. Create Game. Ugye ilyenkor megjelenik a Create Game. Mi legyen a neve, mi legyen a címe. Interneten nem nagyon reklámozzuk, mert csak bezavarnánk szegényeket. És akkor jön a pályaválasztás. Tehát van olyan, hogy Allies 1. Szerintem rossz izét választottam. Pályát. Hogy a fenébe kell. Pályaváltás. Na. Szóval a pályának most szerintem a fölülnézetét látjuk, és... Ajaj. Most milyen játéktípus legyen? Kampány, minigame, killdrop, KOTH, úristen, olyan mappa, azt sem tudom micsoda. Mondjuk be az összeset, jó? All. 93 darab pálya található benne, és természetesen én ezt már megnéztem, vannak olyan borzasztóan mesterséges pályák is, mint például a Total Annihilation nevű játékban. Mindjárt keresek egy párat. Tehát itt is erősen látni, hogy szépen három felé van osztva a pálya, igazságos, mindenki ugyanannyit kap, stb. Kicsit azért görgessünk lejjebb, mert azért sok van. Azt a nagyon mesterségest akarom megmutatni, amit én találtam jó múltkor. Itt van. Na, Open RO, ez van a közepén, és mindenkinek rengeteg nyersanyaga van, és 8 játékos akár szíjet előheti egymást. Szóval mondom még egyszer, aki emlékszik erre a játékra, próbálja ki, mert nagyon király.